Szavaztok, srácok, kellemes szép estét mindenkinek! Mióta ez a klub nyitva van, és én szombatonként ide járok, ez első eset, hogy nem rohanok sehova. Ennek pedig az az oka, hogy a budapesti szombati rezidencián még mindig nem jutott meg, pedig szeptember vége óta erre várunk, és lehet, hogy 2011-ben már nem is fog. A lényeg az, hogy pont azért, mert nem rohantam sehova, a buli fő idejében fél egytől fél háromig játszom majd. Ma este itt Miskolc, Tapolcán az Eastside-ban. És nagyon remélem, hogy ez a mai este méltó lesz egy születésnapi partihoz, amely hogy egyébként több emlékezetes dátumhoz is kötődik, illetve jubileumhoz. Például a klub egyik tulajdonosának a névnapját ünnepeljük, aki ott van bent a sötét szobában. István, Isten éltessen! Boldog névnapot! Aztán lesz ma itt egy srác, aki ebben az évben századszor jelenik meg Bárány-bulin. Jubileum, azt gondolom, hogy ez nem kis teljesítmény. És mindegyik bekerült az ellenőrzőbe. És hogy elnézem, csak erre a dalra, és talán rám vártatok. Mostant után gőzerővel előre! Isten hozott mindenkit ezen az elő Mikulás napi, egyben második születésnapi bulin, itt az Eastside-ban. Hölgyek és urak, mostantól a CD játszóknál, Bárány Attila, azoknak, akik szeretik a diszkót, diszkósök! Olyan nagyon régen a születésnapját ünnepelte, így aztán egy picit korábban jöttünk Miskolcra, azért, hogy vele találkozzunk. Úgy képzeljétek el, hogy 2011-ben 100 Bárány-buliban volt, és ez ellenőrző bizonyítja. Itt áll mellettem nyakkendőben, kinyalva, kifalva, az egyik legnagyobb rajongom, a Biszenső B-középoszlopos tagja, Juhász Balázs, akinek szeretném megköszönni ezt a 100 bulit, méghozzá azzal, hogy az egyik első kövekkel kirakott Biszenső polót neki adom ajándékba. A születésnapja és a 100. buli alkalmából. Balázs, Isten éltessen, és köszönöm szépen! Amikor jöttem ma, ide Miskolc Tapolca felé, az járt a fejemben, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet, hogy Budapesten nem kell játszanom. Mert hogy akárhányszor ide jövök, itt mindig olyan csinos lányok vannak. És pont erre a látványra érkeztem, itt fönn mögöttem a VIP-n, meg úgy egyébként a tömegben is. A legújabb Noland és Biszenső lemez érkezik! Király Viktornak írtuk! It's been a long time! It's been a long time. Sem szoktam nyomni, de ma nagyon vágytam rá. No
Essential. It's been a long time. És aztán Nyíregyházán már úgy csendül fel, hogy Király Viktor is énekel ezen a lemezen. Tudjátok, ami Beyoncé-nhoz eljön ide Miskolcra, lehet, hogy összehúzna magát egy sötét sarokban, látva azt, hogy itt milyen csajok vannak. Már lehet, hogy a hangja jobb, mint bárki másé. De a pacek meg a test, hagy némi kívánivalót maga után! Itt egy elgurult, egy óceánon nagyon tévedek. Megvan, azt csak nem vettem be. Megyek inkább metróval. Bingo players! Wow!
Southside-ban! Brooklyn! Aki még nálam is idősebb. 1967. november 7-e. Ez a születésének a napja. David Guetta! Csak hogy itt Nicky Romero játszik! Most egy picit kiöntjük a limonádét, aztán majd belefogyjuk a szótáserbe. Mert ez olyan jutus. Újra! Együtt ünnepeljük az elektronikus tánczenét! Itt a Miskolc szabocai Eastside-ban! Jön a finálé! Mire végén búcsúzom! És kívánok további jó bulizást mindenkinek! Az elmúlt két órában Bálány Attila diszkozott az Eastside-ban! Sziasztok!